Folytatjuk is a következő előadásunkkal, ami most Star Wars következik. Az előadó pedig nem más, mint az 501-es légió magyarországi helyességének az egyik tagja. Ugye az 501-es légiót már sokan ismerhetitek idehaza. Olyan Star Wars jelmezesek, akiknek hivatalosak a jelmezeik, tehát amit a LucasArts elfogadott, és ők fognak most nektek egy előadást tartani a bővített univerzumról. Sziasztok! Köszönöm meg szeretettel mindenkit! TK, XYZ, akármicsoda hang volt eddig. Jól van, menjen bandát takarítani. Szóval, párra már ismertek, de azért bemutatkozom. Tóth Zsolt vagyok, az 501-es Régió Magyarországi Helyőrségének aktuális vezetője. És most én fogok nektek egy kis előadást tartani arról, amiből általában a harmadik legtöbb kérdést kapjuk, az pedig a Star Wars bővített univerzuma. Nem a DC bővített univerzuma, az utána volt, úgyhogy azzal nem kell foglalkozni egyelőre. Szóval, elnézést a képek minőségéért, de ezek voltak, amiket így a legjobb jelentéssel bírtam találni. Szóval, a Star Wars bővített univerzuma. Ugye mindenki tudja, hogy voltak a filmek. Szép, jó, nagyon jó, és elkezdtünk rajongani. És akkor jött az, hogy ez nem volt elég. Nagyon sok ember várta a folytatást, de nem volt. Sok évig nem volt folytatás. És ekkor Timothy Zahn úgy döntött, hogy már pedig akkor ő megcsinálja. Timothy Zahn 1992-ben megírta az eddigi legjobb Star Wars folytatást a Birodalom örökösei címen. Ez volt az, amivel egy olyan lavinát indított el, ami a mai napig tart, és ez a trilógia lett az, ami olyan karaktereket vezetett be a Star Wars világába, ami számtalan lehetőséget adott mind játéknak, mind könyvekbe még folytatásnak, mint pedig a mostanra immár kanonná vált Disney sorozatba. Ez alatt is a legerőteljesebb, legkarizmatikusabb és legjobb fej birodalmi tisztet, főadmirálist, trónfőadmirálist. Ezzel megalapozott egy olyan folytatást, ami mai napig megállja a helyét, és számtalan további könyv született azóta, viszont ez volt az, amivel elkezdődött az egész. Az Expanded Universe-ből merít rengeteg ezelőtti játék, rengeteg ezelőtti jelmez, és manapság a folyamatban lévő Disney sorozatok. Csak hogy példát mondjak, az Expanded Universe könyvekből származik a Knights of the Old Republic, tehát Darth Revan, Darth Malak és az összes Darth előzmény, ami egészen Darth Plagueisig visszavezethető. Mind a mellett, hogy ezek a múlt cselekményeit is elmondják, elmesélik egy bizonyos szemszögből nézve, ami meglehetősen jól beilleszkedik a Star Wars történetébe, alapot ad a folytatásoknak, ami már 150 évre előre megírt, jól működő folytatást eredményez, onnantól kezdve, hogy Luke Skywalker megalapítja az új Jedi tanácsot, az új Jedi rendet, lesz Luke-nak egy fia, lesz annak is egy fia, jönnek az idegenek, birodalmi, lázadó szövetség, és így tovább, mindezt a végtelenségig sorolva. Tehát hihetetlen színes világot képez a bővített univerzum, és... Na? Csapó lesz. Egy számtalan könyv jelent meg azóta, külföldön még több, mint Magyarországon, viszont Magyarországon is elég eredményes termelés van ebből a szempontból. A Szukics kiadó már több éve, immáron lassan, hogy van? Hát 2000 után már javában elkezdte kifelé adogatni az Expanded Universe könyveket, és azóta is nagyon jó tempóban halad. Általában havonta, két havonta megjelenik egy új, úgyhogy a külföldön már megjelent, de Magyarországon még nem, bővített univerzum könyveket előbb-utóbb itthon is meg lehet szerezni, ami szerintem egy nagyon jó dolog. És hát igen, könyvespolccal be kell tárazni, mert
általában trilógiákból állnak, kivéve a Republic Commando könyvek, amik 5 részből állnak, tehát az még több hoz kell, és a rengeteg enciklopédia, és a többi, és a többi. Tehát rengeteg színes karaktert vonultat fel, az 501-es légió is folyamatosan vesz át karaktereket belőle, folyamatosan az elérhető jelmezek közt vannak az Expanded Universe karakterek, ilyenek trónfőadmirális, ilyen, akár hirtelen akartam mondani, Izanne igazgatóasszony, ilyenek például a Darth Revan, Fekete Napnak a szervezetéből, ilyenek Jodo Cast, például, aki Boba Fettet hivatott másolni, de aztán mégsem ment neki, és így tovább sorolhatnám egészen a körülbelül 100 évvel ezutáni birodalmi tisztek egyenruhájáig, nem beszélve az aktuális új admirálisokról, mint például Pellion főadmirális, vagy pedig Dála admirális asszony, és így tovább. Rengeteg új felszerelés, mint például a bolygópusztítók, napzúzók, és egy halom újfajta szuperfegyver, erőhasználók, rankorokon lovagló boszorkányok, és a többit. Tehát hatalmas választékot ad a szórakoztatásnak, és beletelik jó pár hétbe, hónapba, akár évekbe is, mire az ember minden egyes könyvet átnyálaz, de én azt mondom, hogy megéri. Viszont emel zseniális regényeknek sajnos lett egy nagyon nagy buktatója egy időben, amikor is a Disney felvásárolta a Lucasfilmet. Hát ezt ugye mindenki tudja, viszont akkor ezeknek a történeteknek volt egy hatalmas nagy kérdőjel, hogy mi lesz vele. Hát sokáig tanakodtak is ezen, mert hogy az írói szabadság miatt teljesen új vonalon szerették volna elindítani a filmeket, ehhez viszont a már meglévő Expanded Universe könyveket azt kukázni kellett, úgymond, és innen jön az, hogy két részre szakadnak a Star Wars könyvek. Mivel azelőtt is rengeteg pénzt beszedtek már az EU könyvekből, ezért úgy döntöttek, hogy nem kukázzák ki végül is, mert rengeteg jó karakter és átemelhető dolog van benne. Például a Zsivány egyet, hogyha láttátok, abban is, amikor a Scarifi bázison az adattárban böngész, akkor is ott volt például egy Fekete Szabja nevű alkód, ami szintén egy EU-s regényekből egy Fekete Flotta nevű egység. Tehát ilyen easter-egek vannak benne, és igen, rengeteg apróságot próbálnak átemelni kanonná. Szóval úgy döntöttek, hogy hát mégse dobják ki az egészet, hanem átnevezik Legendsnek. Tehát innentől, ami volt eddig Expanded Universe könyv, az innentől Legendsként található, és ennek ráadásul, hogy az emberek tudathasadást tudjanak kapni, bevezették a Canon könyveket. Innentől kezdve a Canon könyvek, amik a már most folytatódó Star Wars történethez kapcsolódnak, tehát úgymond nulláról kezdik az egészet, és így akkor az ember, hogyha egyszerre szeretne mondjuk két történet szállat követni, akkor javaslom neki, hogy olvassa egyszerre a két univerzumból való könyveket, de nem egészséges. Tehát én rögtön az első könyvemnél, amit próbáltam kanonból elolvasni, így ellentmondásos információkat kaptam az eddig ismertekhez, és úgy azt hittem, hogy megőrülök. Nem. Szóval, elnézést. Szóval úgy döntöttem, hogy szépen sorjában begyűjtöm a már meglévő Legends könyveket, és azokat fogom kivégezni szépen sorban, és a Canon könyveket addig gyűjtögetem. Hihetetlen tempóban nyomják ki őket, ezekből is megjelenik havonta, két havonta legalább egy darab, plusz a számtalan képregény, úgyhogy van tápanyag bőven, nekem már a harmadik könyves polcomat kell ezzel begyűjteni. Tehát a legtöbb kérdés az szokott lenni, igen, hogy mi a különbség a Canon és a Legends könyvek között. Hát igazából csak ennyi, hogy a Canon könyvek a filmekhez kapcsolódnak, a Legends könyvek pedig hát most már egy nagyon jó szórakoztató irodalom. Sajnos eléggé csúnyán ledegradálták ebből a szempontból, viszont én azt tudom javasolni, hogy ha valaki játszik számítógépes játékkal, Battlefront-tal, Empire at War-ral, Knights of the Old Republic, Jedi Academia, Jedi Outcast, ugye ezeket el ne felejtsen megemlíteni, plusz az X-Winger, plusz a Rogue Squadron. Tehát ez mind az EU-s könyvekre épül rá, és pont ezért volt akkora sikere, mert az emberek végre találkozhattak az általuk már megismert karakterekkel, és ezzel emelték a játékélményt. Most a
az új játékok szempontjából ugye rengeteg karakter idegen, mindegyiknek kell sztori, mindegyiknek lesz külön könyve, mindegyik kap egy spin-offot lassan, lassan Borgálit is kap egy spin-offot, úgyhogy bízunk benne, hogy előbb-utóbb a Gong Droid nem fog hasonló sorsra jutni, vagy mit tudom, ilyen Darth Vadernek a lélegeztető gépe. Úgyhogy ezeket tudom nektek javasolni olvasmánynak. Mindenek előtt, tehát hogyha van a birtokotokban EU-s könyv, vagy adjátok oda nekem, vagy pedig azokat olvassátok el előbb, hogy például a mostani Rebel sorozatban a már újonnan bevezetett karaktereket jobban megismerjétek, mert ezeknek már mindegyiknek van egy jól működő háttértörténete. Ugye Trón főadmirális nem kell megemlítenem, ő visz mindent, ő a legjobb, ő a legnagyobb, az uralkodót is kenterbe veri, úgyhogy mondhat bárki bármit. És a már meglévő EU-s könyvekből egy nagyon jól kiforrott háttértörténete van, egészen attól, hogy a Peren vidéken túlról ő már hadjáratokat vívott, amikor a birodalom még sehol se volt, és aztán bekerült a birodalomba. Egy olyan keményen edzett tiszt, hogy nem csoda, hogy ő az egyetlen idegen főadmirális a birodalomban, az uralkodó számtalanszor kitüntette, számtalanszor elismerte vezetői képességeit, és számtalanszor vitatkozott vele, ugyanis a főadmirális nem volt gyáva ahhoz, hogy nemet mondjon neki, és számtalanszor ennek az volt a vége, hogy száműzre általában mindig kihelyezték valami peremvidéki területre, ahonnan folyamatosan visszahívták, mert amint probléma adódott, egyből őt keresték. Úgyhogy javaslom a karakter megismeréséhez a már meglévő EU-s könyveket, illetve a most újonnan kijövő Trón könyvet, ami pedig azt mutatja be, hogy a Birodalmi Akadémián, Birodalmi Haditengerészetnél, űrflottánál hogyan szerezte meg a presztízsét és a hatalmát. Az EU-s könyvekről igazából naphosszat lehetne mesélni, úgyhogy igazából a rengeteg téma közül nem tudom, hogy mi az, ami számotokra esetleg számítana, mi az, ami érdekelne. Nagyon jó például a Jedi Akadémia könyvek is, amik rögtön ezek után jöttek ki Kevin J. Anderson tollából, amik szintén nagyon jól sikerültek, és szintén megalapoztak egy új irányvonalat, ami ugyebár az új Jedi rend felemelkedését eredményezte, ezzel Jaden Carr, Kyle Katarn, szintén ugye játékokból, vagy ebből jöttek a játékok, édes mindegy. Tehát rengeteg olyan lehetőséget biztosítanak, ami az időnket leköti. Az a baj, most hiába kezdeném el mondani a történeteket, javarészt azt se tudnátok, hogy miről beszélek, attól tartok, de nyugodtan javítsatok ki, hogyha tévedek. Úgyhogy, hogyha nagy Isten van kérdésetek még ezzel kapcsolatban, akkor szerintem most tegyétek fel, és megpróbálok minél egyszerűbben, érthetőbben válaszolni rá. Valaki nyomja be háttérzajnak egy kis tücsök hangot? Cirip-cirip. Jó. Nos, Dióhéjban ennyit tudtam elmondani erről, mivel nem hiszem, hogy egész estig is szeretnétek lenni, hogy minden egyes epizódot külön átrágjak, így nem rabolnám tovább az időtöket. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha nehogy Isten később is szeretnétek megkeresni minket, vagy bármilyen kérdésetek van, akkor nyugodtan a Facebook oldalunkon elértek minket, vagy a rendezvényeken a standoknál. Nagyon szépen köszöntöm a figyelmet, és további jó szórakozást kívánok nektek!